vásárolnak üzletrészt a hulladékkezelőben. Megújul Gyöngyös északnyugati város része. Új üzem alapkövét tette le a Jászkaszti Kft. Jó estét kívánok, a hét utolsó munkanapján köszöntöm Önöket. Most kaptuk a hírt, elképzelhető, hogy a serpák megtalálták az eltűnt gyöngyösi hegymászó holttestét. Nagy valószínűséggel Kis Péter holtteste látható a Kancsendzöngára felküldött serpák által készített, egyelőre nem közölt fotókon, mondta Vince Szabolcs, a Magyarok a világ 8000-esein expedíció szóvivője, ma délután az MTI-nek. Kollár Lajos, az expedíció vezetője, június 4-én érkezik haza Nepálból, a fotókat ő hozza magával. Nem vásárol üzletrészt az Áve Gyöngyösi Hulladékkezelő Kft.-ben a gyöngyösi önkormányzat. A város képviselő testülete erről csütörtökön döntött, ahogy arról is, hogy újabb 5 évre kinevezi Molnár Lászlónét Gyöngyös város óvodái élére. Zárt ajtók mögött tárgyalt a képviselőtestület csütörtökön arról, hogy üzletrészt vásároljon az Áve Gyöngyösi Hulladékkezelő Kft.-ben. Az üzletrészvásárlást végül a képviselők elvetették, de a testület azzal számol, hogy a cég továbbra is alkalmas lesz a közszolgáltatás ellátására. A döntést azzal indokolták, hogy a város nem akarja a társaságban lévő tulajdonrészét növelni. Az önkormányzata a jelenleg hatályos közszolgáltatási szerződést hatályban tartja mindaddig, amíg a jogszabályok ezt lehetővé teszik. A képviselőtestület elbírálta a Gyöngyösváros óvodái óvodavezetői pályázatára beérkezett anyagokat, amelyek alapján újabb 5 évre az eddigi vezetőt, Molnár Lászlónét nevezte ki az intézmények élére. Csütörtöki ülésén több kitüntetés odaítéléséről is döntött a gyöngyösi testület. A Gyöngyösváros egészségügyéért elismerést dr. Nagy Éva házi orvos és dr. Kelemen Tibor pszichiáter, osztályvezető főorvos veheti majd át júliusban a Semmelweis napi ünnepségen. A Gyöngyösváros közszolgálatáért kitüntetést Kerek Miklósné, a Gyöngyösi Járási Hivatal okmányirodájának ügyintézője, valamint Kovács Róbert, a Polgármesteri Hivatal pénzügyi és költségvetési igazgatóságának vezetője kapja meg a köztisztviselők napja alkalmából. A képviselők határoztak arról is, hogy a Heves megyéért díjra a Várkonyi Maréziát, a Heves megyei rendészeti és közbiztonsági díj elnyerésére pedig a Gyöngyösi Városi Polgárőrséget terjeszti fel. A díjak odaítéléséről a Heves megyei közgyűlés dönt majd. Az ülés alkalmat adott arra is, hogy a döntéshozók elköszönjenek a Polgármesteri Hivatal nyugdíjba vonuló igazgatójától, Gubancsik Lászlónétól. A közigazgatási igazgatóság vezetője 40 év közszolgálatban töltött idő után vonul nyugállományba. Gyöngyösön 1986-ban kezdte munkáját, 1992-ben lett a közigazgatási igazgatóság igazgatóhelyettese, majd 1995-ben vezetője. Megújul Gyöngyös északnyugati város része. Az önkormányzat szociális város rehabilitáció keretében a város egyik leghátrányosabb helyzetű területének felzárkóztatása érdekében 400 millió forint uniós támogatással infrastruktúrális fejlesztéseket hajtott végre. A program az ott élők munkaerőpiaci integrációjához is hozzájárult. Ezt a korszerűsítést már nem lehetett halogatni, mondta a projekt zárón Faragó László polgármester. Nagy szükség volt az északnyugati városrész infrastruktúrális fejlesztésére és szociális felzárkóztatására. Nem most kellett volna már, hanem réges-régen kellett volna, hiszen ez egy leszakadt városrésznek is tekinthető. Most nyílt lehetőség arra, és egy jelentős pályázati összeget sikerült megnyerni. Hozzátéve az önrész körülbelül egy 500 milliós fejlesztéssel sikerült ezzel a projektzáró rendezvénnyel befejezni ezt a felújítást, ezt a korszerűsítést ennek a városrésznek. A beruházás 85%-át mintegy 400 millió forintot Európai Uniós pályázati forrás biztosította. A komplex rehabilitációs program a Petőfi Sándor utca és a Vahot Sándor utca által határolt városrészen valósult meg. Az infrastruktúrális fejlesztések keretében 5,5 km közműhálózat, ivóvíz, csapadékvíz, szennyvízcsatorna épült, az utak szilárd burkolatot kaptak. A projekt által érintett területen elsősorban közműépítési beavatkozások történtek, valamint szociális bérlakás kialakítás és a Menház úti óvodának, hajléktalan szállónak bizonyos mértékű felújítása. A szociális bérlakások a Petőfi út 105-ben készültek el, 6 darab.
Szintén a projekt keretében a fejlesztésekkel párhuzamosan egészségügyi szűrőprogramot, környezettudatos szemlélet kialakítását célzó képzéseket és munkaerőpiaci beilleszkedést elősegítő képzési programokat bonyolítottak le. A településrész hátrányos helyzetű lakosai, targoncavezetői, hulladékválogató és facsemete gondozó képzéseken vehettek részt. Összesen 48 embernek biztosított képzési lehetőséget, mind a három képzés előzetes felmérés alapján került kialakítása, ami reményeink szerint a munkaerő piacra való bevezetésnek a célja mindenféleképpen. Az első ütem lezárását követően a folytatás reményében megpályázták a második ütemet, hogy a durandai rész rehabilitációja is megvalósulhasson, hangzott el a projekt záron. Új üzem alapkövét tette le a Jászplasztik Kft. Nagyréde ipari zónájában. Az élelmiszeripari csomagoló anyagokat gyártó cég közel 10 000 négyzetméteres gyártó és raktárcsarnok építését kezdi meg a nyáron. A beruházás összértéke megközelíti a 4 milliárd forintot, és szeptemberre 100 új munkahelyet teremthet. Leendő új terméküket, tojástartót helyeztek el alapkő gyanánt a cég vezetői, Varga Mihály nemzetgazdasági miniszter és a település polgármestere Balázs József segítségével. Az élelmiszeripari csomagolóanyagokat gyártó cég egy közel 10 000 négyzetméteres gyártó és raktárcsarnokkal bővül. Az alapkő letételen a nemzetgazdasági miniszter méltatta a 2400 főt foglalkoztató családi vállalkozás beruházási szándékát. Ez az alkalom nem jöhetett volna létre, hogyha azok a tulajdonosok, azok a beruházók, akik a pénzüket kockáztatják, nem éreznék úgy, hogy Magyarország kilátásai jók, Magyarországon érdemes a vállalkozásokat fejleszteni, elindítani. Varga Mihály hozzátette, fontos, hogy ezt a teljesítményt külföldön is elismerik, ugyanis a cég Amerikában és Ázsiában is jelen van. Nem könnyű kilábolni a válságból, de fontos, hogy Magyarország 9 év után felállhat a szégyenpadról, mondta, utalva a brüsszeli bejelentésre, mely szerint hazánk kikerült a túlzott deficit eljárás alól. Az önerős beruházás során a csarnok 1,8 milliárd forintból épül meg, és a gépekre, berendezésekre közel 2 milliárd forintot fordítanak majd, és 100 új munkahelyet teremtenek. Egy új termékgyártása kezdődik itt ebben az üzemben, mégpedig műanyag tojás tartót fogunk gyártani, aminek az üzleti lehetőségei, piaci lehetőségek adottak a világban, tehát azért kell így fogalmazni, hogy a világban. Jelen pillanatban Nyugat-Európa számos országába már szállítunk terméket. A következő cél az, hogy Ázsia több országában, és 2014-ben pedig Dél-Amerikában fogjuk forgalmazni a tojástartót. Havonta 40 millió tojástartó a cél, tette hozzá az igazgató. Az újrahasznosított PET-palack őrleményből készülő tojástartókat 8 országba exportálják majd. Nagyréde számára a létfontosságú a beruházás, hangsúlyozta Balázs József polgármester, aki elmondta, hogy pályáznak az ipari park minősítés megszerzésére is. Egy adott közösség számára létfontosságú az, hogy milyen ereje van a helyi gazdaságnak, mennyi jövedelem termelődik meg, mennyit lehet a helyi közösségnek a szolgálatára felhasználni, mennyi munkahely van egy-egy településen. Ezért rendkívül fontos a mai nap a településünk életében, hiszen a térség egyik legnagyobb beruházása, munkahelyteremtő beruházása indul el itt Nagyrédén. A beruházás a megye gazdasági életében is fontos, hiszen Eger Gyöngyös 60 adja az ipari gazdaság gerincét, mondta Horváth László kormány megbízott. Gyöngyös és környéke, és így hát Nagyréde is nagyon fontos szereplő, és azt is lehet látni, hogy még vannak tartalékaink területben, tudásban, befogadó képességben és kedvező feltételekben is. Tehát Nagyréde, ahogy ez el is hangzott, joggal pályázhat arra a jövőben, hogy egy ipari park címmel még több beruházást tud hozni. Jövő héten gőzerővel kezdődik az építkezés, és a tervek szerint szeptember végén indulhat a termelés. Még februárban adta be lemondását Bári Péter, a Mátrajai Munkaadók Egyesületének elnöke. Így az új elnök megválasztása volt az egyik legfontosabb pont a legutóbbi egyesületi taggyűlésen. Az új elnök elmondta, legfontosabb célkitűzése a folytonosság megtartása lesz. A taggyűlés egyik legfontosabb kérdése az volt, hogy a Bári Péter lemondását követően megürült elnöki széket ki foglalja el. A Munkaadók Egyesülete egy civil szervezet. Van egy saját szabályzatunk, ami körülbelül úgy szól, hogy az elnökségi tagok maguk közül egy vagy két évre választanak elnököt. Na most én 5 éve töltöm be ezt a szerepet, azt hiszem itt az ideje, hogy átadjam másnak ezt a lehetőséget.
A 2012-es év az Egyesület munkája szempontjából sikeres volt. Teljesítették minden kitűzött céljukat, és a gazdálkodásban is sikerült egyensúlyt teremteni. Hangsúlyozta Bári Péter beszámolójában, aki hozzátette. Az utódjának rengeteg problémát kell majd megoldani, és képesnek kell lennie, hogy feloldja mind a tagok közti, mint az Egyesület és az önkormányzat közti ütközéseket. Elmúlt években a legnagyobb eredménynek azt tartom, hogy ez a közösség fennmaradt, és továbbra is közösségként működik. Nyilván vannak apró kiemelkedő események, apró eredmények, de ennél az emberi kapcsolatok fenntartása sokkal-sokkal többet jelent. A taggyűlésen Balázs Ernő lemondott elnökségi tagságáról, és a helyére újonnan megválasztották Farkas Andrást. Az elnökségi tagság végül őt választotta meg elnöknek is. Az új elnök kijelentette, gyökeres változtatásra nincs szükség az Egyesület munkájában és célkitűzéseiben. Mindig is a folytonosság vagy a folyamatosságnak a híve voltam. Tulajdonképpen már a taggyűlés előtt mindenféle, közgyűlés előtt mindenféle anyagot megkaptunk a munkatervet, egyéb dolgot, amihez mindenki hozzáfűzhette a hozzáfűzni valóját. Én úgy gondolom, hogy annak a munkatervnek az alapján folytatni tudjuk azt a munkát, ami eddig folyt. Két dolog már ezen a taggyűlésen is kiderült a tervek közül. Az egyik egy pályázati forrás lehívása, ami biztos anyagi hátteret biztosítana az Egyesület további munkájához. A másik pedig egy parkolási javaslat. A tagok szerint ugyanis a belvárosi vállalkozások versenyhátrányban vannak a parkolási díjak miatt. A javaslat szerint vagy az éves parkolási bérlet lenne lényegesen olcsóbb, vagy a vásárlási szándékkal érkezőknek a belvárosban 15 percig nem kellene fizetniük a parkolásért. Teljes útzár volt ma a Mátrafüred és Pálos-Vörösmart közötti útszakaszon katasztrófa védelmi gyakorlat miatt. Az arra közlekedők és az ott élők felborult autót és vegyvédelmi ruhás szakembereket is láthattak a környéken. További részletek hétfői hírműsorunkban. Három jövevénnyel bővült a gyöngyösi állatkert. A szurikáták Jászberényből érkeztek és nagyon jól érzik magukat az új kifutójukban. Aranyosak, kíváncsiak, sokat mozognak. Szurikáták érkeztek a gyöngyösi kisállatkertbe. A néhány napja itt lakó jövevények hárman vannak. A két fiú és egy lány rendkívül otthonosan érzi magát az új kifutón. A kicsik belsőségekkel és rovarokkal táplálkoznak. Nagyon kis kíváncsi, aranyos jószágok. Mindenki ismeri őket az oroszlán királyból, a jogot, a Timon, akik még nem vette eddig le. Főleg ragadozók, nappali életet élnek, úgyhogy nálunk egész nap láthatóak, éjszakára bezárjuk őket. Mindenre kíváncsiak, mindent megnéznek, szeretnek szétfurkálni mindent. Hál' Istennek csináltunk nekik egy nagyon csinos kis helyet, amit már tönkre is tettek egy kicsit, de igyekszünk mindig renoválni. A szurikáták a gyerekek új kedvencei az állatkertben. A Bassenyő telekről érkező kiránduló csoport őket csodálta meg legelőször. Kriston Bálintnak a szurikáták is tetszettek ugyan, de inkább a nagytestű állatokat kedveli. A medvék, a tigrisek. Nem csak három jövevénnyel büszkélkedhet az állatkert, ugyanis nemrégiben vaddisznók születtek, de további apróságokra is számíthatnak még a látogatók. Az állatkertben van egy kis baby boom, vannak vaddisznóink, picik malacok, lámát várunk a napokban, ha minden igaz, meg a legjobbak az ormányos medvék, amik még sajnos nem láthatóak, de majd idővel azok is, ők pedig hárman vannak. A szurikáták a jövőben egy tarajos süllel oszthatják meg otthonukat. A sportberkekben újabb szakasz zárult le az úgynevezett TAO-s klubok életében. A kiemelt sportágok pályázat útján juthattak pénzhez, ami jelentősen segítette a sportkörök munkáját az elmúlt évben is. Az április végi új pályázatok beadását követően jelenleg már a június elejére készítendő előző szakasz zárását végzik a klubok házatáján. Gyöngyösen a kézilabda, vízilabda, kosárlabda és a labdarúgásban versenyző klubok életében hozott pozitív változás az új lehetőség. Hagyományosan beadta a pályázatát, és ami talán érdekesség az, hogy ugye, miután a technika ördöge az MLS-t is utolérte, ugye az történt, hogy csak egy e-mailt kaptunk vissza, hogy befogadták a pályázatunkat, és írásos megerősítés nem történt, mert valami hiba volt a rendszerben. Mi reménykedünk abban, hogy továbbra is van lehetőségünk. Talán a korábbi képest változás van, ugye, hogy megalakult a női csapatunk, és a női csapatunk is, ezen kívül még négy kis csapatunk futszálba is érdekelt lesz a jövőben, és így a tavalyihoz, vagy tavaly előttihez képest valami hasonló nagyságrendű pénzre számítunk.
Mindemellett ne felejtsük el, hogy az önkormányzat továbbra is jelentős segítséget nyújt valamennyi városi sportkörnek a létesítmények kedvezményes használatában. Júliusban tervezi bevezetni a kormány a reklámadót, ezt Orbán Viktor közölte az Inforádióban. A miniszterelnök arról is beszélt, hogy ősszel folytatja a rezsicsökkentést a kormány, és reményei szerint szeptember-október környékén elég erős lesz a gazdaság ahhoz, hogy a gáz és villamos energia árát ismét csökkenthessék. A Magyar Elektronikus Műsorszolgáltatók Egyesülete ma a közleményben tudatta, hogy a televíziós különadó beláthatatlan károkat okozhat. Akár Magyarországra is juthat a közelmúltban felfedezett izraeli gázlelőhely Gázából. A közelebbi együttműködési célok között azonban inkább a vízügyi, a nukleáris ipari és a megújuló alapú energiatermelés szerepel. A gazdasági kapcsolatokról tárgyalt hazánkban nemrégiben az izraeli energia és vízügyi miniszter. Gazdasági híreink végén pedig nézzük, hogyan alakultak a nap végén a Budapesti Értéktőzsde főbb részvényei. A Magyar Telekom 357, a MOL 16340, az OTP 4924, a Richter 35405, a TVK 1900 forinton cserélt gazdát. A tőzsde hivatalos indexe a BUX 19141 ponton zárt, ami a legutóbbi értékéhez képest 186 pont csökkenést jelent. Az aktuális végén pedig híreink következnek egy-egy mondatban. Nem vásárol üzletrészt az Áve Gyöngyösi hulladékkezelőben az önkormányzat. Közel 600 millió forintból megújult Gyöngyös északnyugati város része. Új üzem alapkövét tette le a JÁSZ Plasztik Kft. Nagyrédén. Új elnököt választott a Mátraaljai Munkaadók Egyesülete a legutóbbi éves taggyűlésen. Három szurikáta érkezett a gyöngyösi állatkertbe. Önök Gyöngyös és térsége híreit látták a hét utolsó munkanapján. Köszönöm megtisztelő figyelmüket, a hétvégén Tallózóval, hétfőn pedig friss hírekkel várjuk Önöket. A viszontlátásra!